Sziasztok mindenki! A Fujifilm S200EX-er Fintech fényképezőgépét fogjuk nektek bemutatni, mivel én személy szerint és a kollégák túlnyomó többsége sem igazi fényképező zseni, bár jó fényképeket csinálunk az oldalra. Úgyhogy dilettáns bemutatót nem szeretnénk tartani a gépről, úgyhogy megpróbálom úgy megközelíteni ezt az igazán komoly, egyébként a kinézet ellenére nem tükörreflexes, hanem standard kompakt fényképezőgépet, mintha egy átlag felhasználó venni a kezébe. Megnézzük a funkcióit, hozzáadott kellékeket, illetve azt, hogy milyen képeket lehet vele készíteni. A gép itt van előttem, nagy, és meglehetősen nehéz. Olyan nagyságrendileg 1,3 kg. Viszont nem belekezdjük az ismerkedést, hanem pillancsunk bele a dobozába, és nézzük, milyen hozzávalókat kapunk a nagyságrendileg 120 000 forintos vételárért a fényképező mellé. Lesz egy használati utasításunk, egy töltőnk, ami nagyon szimpatikus, itt azért egy pillanatra meg is állnék. Ugyanis hát természetesen ezért az árért már nem akkumulátorokat, vagy úgymond elemeket kell beletennünk a gépbe, hanem egy rendes aksit, ami 1150 mAh kapacitással bír. A töltő egyébként nagyságrendileg egy bő óra alatt nulláról is feltölti az akut. Természetesen kapunk hozzá egy használati utasítást, egy szuper nyakbaakasztót, egy videókábelt. Külön kapjuk külön csomagban a sapkát, illetve még egy CD-t, amivel adatmásolást végezhetünk. Hát nagyságrendileg ezek a kellékei a terméknek. Amit ezért a pénzért nem kapunk, az a memóriakártya. Ehhez a modellhez SD és XD kártyákat használhatunk. Nyilván az SD sokkal olcsóbb, az XD pedig nyújt néhány extra funkciót. A kártyát egyébként ebbe a kis fülbe helyezhetjük be. Memóriakártya méretben nincsen korlátozás, akkorát teszünk bele, amekkorát jól esik. Azt javaslom mindenkinek, mivel egy 12 megapixeles óriásról van szó, legalább 4 gigás kártyát vegyen, az ár kifejezetten kedvező, és töménytelen mennyiségű képet csinálhatunk még 12 megapixeles felbontásban is. No, a kellékek és az elmélet után következzen a gyakorlat. Egyébként a használat, meg az összerakás is kifejezetten egyszerű. Most így, hogy fogom a mikrofont is, egészen egyszerű dolgom van. Az aksit nem lehet sehogy betenni, csak egyféleképpen nem engedi a másik irányból. Tehát egy kézzel is jól használható. Most jön viszont az a rész, amit már egy kézzel nem lehet csinálni. Ez pedig a fényképezés. Mindjárt megmutatom, hogy miért nem. Két okból sem lehet egy kézzel fényképezni a Fuji Finepix S200-ával. Az egyik az, hogy baromi nehéz és egy kézben megtartani azért egy ekkora gépet. Nekem nincs nagy kezem, de szerintem jól látható, hogy mekkora ez a gép így ebben a méretben. A másik ok, hogy a zoom az nem egy plusz-minusz itt megszokott, ugye általában itt szokott lenni a kompakt gépeken egy plusz-minusz funkció, hanem bizony egy gyűrűvel történik, amivel változtatom azt, hogy milyen messzire is szeretnék én ellátni. Ehhez viszont kell a másik kezem, tehát ezt egy kézzel gyakorlatilag lehetetlen. Ez tényleg egy kétkezes komoly fényképezőgép. Beltéri fényképezéshez gyakorlatilag két opciót érdemes használni. Az egyik, ez az EXR funkció. Ez egy igen magas ISO mellett fényképez, ugye ilyenkor fordulhatna elő, hogy kifejezetten pixeles fényképek lesznek a
végeredményei ennek a mókának, viszont a gépbe be van építve több különleges digitális technológia is, aminek köszönhetően még ilyen magas izó mellett is nagyon szép éles képeket kapunk minden pixelezettség nélkül. A másik a teljesen automata funkció, amire átállhatunk, egyébként itt elég nagyban, ugyanis mutatom a kijelzőjén, tájékoztat minket arról a gép, hogy milyen típusú fényképezést fogunk végezni. Tehát ezek igazából a beltérihez ezek a fajta fényképezési módok valók. Beállításokból olyan mennyiséget kapunk, amit azt gondolom, hogy egy átlag felhasználó alig ha fog tudni kihasználni, tehát ehhez már tényleg munkára kell megvenni a gépet, mert mindent átállíthatunk, amit szeretnénk. De hát ennyi pénzért legyen is meg az opció. Viszont ha valaki nem szeretne variálni, akkor erre az EXR gyári beállításra teszi, esetleg minimális finom hangolást végez, aztán céloz, és lő. Egy másik különleges lehetőség az, hogyha a fókuszt nem szeretnénk rábízni a gépre, akkor manuális módba is állíthatjuk, és a belső gyűrű segítségével is lehet. Tehát ahogy a profi fotósoktól láttuk, először a külső gyűrűt tekerjük, aztán a belsőt, és csak aztán lövöldözünk. Természetesen egyébként automata fókuszos a gép, tehát nyilván nem várják el a felhasználóktól, hogy itt profi fotósok legyenek, bár az meg kétségtelen, hogy ahhoz, hogy családi fényképeket csináljunk, nincsen szükség egy 120 ezer forintos gépre. Beltéri fotózásnál nekem eltartott egy ideig, használati utasítást nyilván nem olvastam el. Hogyan tudok vakuval fényképezni, ugyanis jártam a menüt, lépkedtem jobbra-balra, lényegében minden funkciót végigtúrtam, nem találtam meg, nos, ez egy kis furcsaság. Ki kell nyitni kézzel itt ezt a vaku rögzítőt. Na, ezek után kapcsolhatjuk itt a jobb oldali részben azt, hogy milyen típusú vakut szeretnénk, ugye piros szemeltávolítóst, erőset, vagy valami lágyabb vakut. Egyébként a vaku kifejezetten gyorsan tölt föl, tehát néhány másodperc elég ahhoz, hogy újra lőhessünk. Újra. És újra. Ez egy nagyon kellemes funkciója. Sok fényképezőnél tapasztaltam már, hogy bizony a vaku feltöltési ideje jó néhány másodperc, és csomót kell várnunk, mire újra lőhetünk. Pedig ha egy bemutatón például bikinis lányokat szeretnénk fényképezni, akkor azért jó, hogyha gyorsan van vaku. Természetesen videót is rögzíthetünk a fényképezővel. Itt is csak a felső tárcsát kell a videóállásba tekernünk. Ekkor a gép ugye a szokásos módon kiírja nekünk, hogy Movie Recording with Sound, tehát természetesen a hanggal együtt fogunk felvenni, és akkor közelítsünk rá a felvennivalóra, indítsuk el a felvételt, folyik is. És egészen kellemesen működik egyébként itt is az Auto Zoom, mert ilyen nagyon közelre már nem, de észszerű távolságokra igen, és a mozgáskövetés is azt gondolom, hogy kultúrát. Az arcfelismerő funkciót mutatnám még meg. Működik? Mert hogy nem látom a kijelzőt, ugye? És ha elfújtam a fejem, akkor elméletileg most le kellett volna, hogy vegye rólam a kis négyzetet, és amikor visszafordulok, akkor pedig újra rájön, hogy itt egy arcot kellene fényképezni. Az arckövetés egy másik érdekes tesztje lehet, ha már családi fényképekről beszélgettünk, hogy a képen rajzolt arcokhoz mit szól. Úgyhogy most akkor nézzük meg azt. Ott van éppen az Asus G50-es doboza, ahol van egy hölgy, akinek van arca, és most megnézzük, hogy ezt is hajlandó-e felismerni.
Hát nem könnyen, de megtalálja. Tehát dobozról is kisebb küzdelem árán, de... de beküzdi az arcot. Természetesen kimehetnénk kültérbe is, szuper jó köd van, kint csinálhatnánk kint is fényképeket a géppel, de az általános tapasztalat az, hogy a legolcsóbb 10.000 forintos ozsonos fényképezőgéppel is lehet szuper kültéri és tájképeket csinálni. Az igazi érdekesség az volt, hogy hogyan működik a beltérben a Fuji S200-a. Tulajdonképpen jól. Én elégedett voltam vele, egyedüli problémának csak az árát gondolom, ami azért az a 120.000 forint, az már tényleg elgondolkodtató. Az is igaz, hogy ilyen kényelmet és ennyi funkciót nem biztos, hogy kapunk egy tükörreflexes géptől, tehát azt gondolom, hogy a Fujinak jól sikerült ötvöznie a tükrös és a kompakt gépek előnyeit. Ha még az áron is javítanának egy kicsit, akkor tényleg szuper karácsonyi ajándék lehetne. A Fuji Finepix S200-as fényképezőgépet az Aqua Computernek köszönjük, akik nem féltek odaadni nekünk a tesztelésre.